A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Életünk egyik legszebb pillanata, amikor szülővé válhatunk. Ám ez az a mérföldkő, amitől kezdődően nem lesz egy olyan percünk sem, amikor énünk legalább egy apró kis részével ne aggódnánk gyermekünkért. Mindent megteszünk testi-lelki épségéért, ha azonban bármi olyan baj történik, amikor nem elég a szülői jelenlét, tudjuk jól, mit jelent, ha egy szakember nem csak tudása, hanem szíve-lelke legjavát is hozzáteszi gyermekünk gyógyítása érdekében. Ma egy olyan csapathoz látogatok el, amelynek tagjai szabad idejüket nem sajnálva létrehozták Románia első gyerekmentő szolgálatát. Nagyváradon a Páli Szent Vince Társaság vezetőjével, Kis Balázzsal beszélünk elhivatottságról, segélynyújtásról, életről és halálról. Vincés Társaságnak a székháza van itt. Igen. Itt működik a projekt felügyelet, itt van az én irodám is. Van egy kis konyhánk, innen mennek ki minden három nap az önkénteseink a hajléktalan szállóra, a hajléktalanokat etetni, így gyűjtjük össze a karácsonyi csomagok egy részét, az élelmiszer csomagokat a családoknak. Itt készül a Vincés Laska. Végülis ez a szíve lelke a Vincés Társaságnak, mert maga a Vincés Társaság az nem csak a gyermekmentés vonalán működik, hanem szociális részen is. Maga a szervezet az 200 éves. Egy világszervezetről van szó, ami 153 országban 1,5 millió önkéntessel működik. Váradon 1,5 éve alapult. Hát én vagyok az egyik alapító tag annak az ötnek, aki ezt megalapította. Páli Szent Vince, aki a szegények atya volt az 1600-as években. Római katolikus pap volt, aki árvaházakat működtetett, szegényeket etetett, rengeteg karitatív dolgot tartott. Szeretett hálót kell létrehozni a világ körül. Na most ez a szeretett hálónak a része vagyunk, ami mondtam, működik 150 országban is, 1,5 millió önkéntessel. Váradon ugye itt vannak a lazarista atyák, ők a vincés lelkület férfi papjai, és Váradon megtalálhatóak a vincés nővérek is, akik ugye a vincés lelkület női ága, és ide jártunk plébániára. Ide jártunk misére, ide jártunk szabadidőnkbe, ment a kis pingpongozás, a hittanóra, minden, és rájöttünk, hogy sokan vagyunk, és akkor ezt valamilyen szervezett formában meg kéne tenni, és hogyha már itt vagyunk, és a lazarista plébánia körül mozgunk és vagyunk, akkor vegyünk már át egy picit ebből a vincés lelkületből, és próbáljunk a kék falakon túlmenni, és embereken segíteni. Így jött létre a szervezet. Igen. Pontosan fogalmazzuk meg, hogy miről szól a munkátok. Azt kell tudni a vincés társaságokról, hogy bár egy családhoz tartoznak, mindegyik fiók szervezet autonóm. Saját pénzbeli gazdálkodással rendelkezik, saját projektrendszerrel rendelkezik. Váradon az első időszakban megpróbáltuk feltérképezni azokat a területeket, amik nincsenek ellátva, és nincsenek lefedve. Például? Ilyen a hajléktalan szálló hajléktalanjainak élelemmel való ellátása, mert ugye kapnak szállást, de éjszakára, de nem kapnak élelmet, és akkor ezt összekapcsoltuk egy ilyen reintegrációs programmal, megpróbáljuk őket onnan kiragadni, és munkát keresni nekik, és amiután megvan a munka, albérletet keresni, elszállásolni végül is. Megkerestük az olyan családokat, akik a kis jövedelemmel rendelkeznek. Én úgy szoktam mondani, hogy tisztességes szegénységben élnek. A tisztességes szegény az én szememben, az sose kér segítséget. Ő az, aki anyuka, apuka dolgozik, gyerekek iskolába, óvodába járnak, mindenük megvan, de sehogy se jön ki a hónap végére az a valami, és itt nem kirándulásokról beszélek, hanem egyszerűen arról beszélek, hogy elmarad a gázszámla. Ezek a családok nem tehetnek róla.
Mert ők megtesznek mindent, sőt, feláldoznak mindent a gyermekeikért. Viszont kell egy kis segítség. Ugye aztán bejött az ukrajnai háború. Mi voltunk az olyan első szervezet, aki átlépte a határt. Kárpátaljára mentünk ki, hát most már 8 utunk van, és több mint 80 tonna segélyt tudtunk kiszállítani a Kárpátaljai Caritasnak, meg a nagyszülősi gyermekkórháznak. Egy nagyon nagy dolog. Hogy fér ez bele? Mennyit vesz el a ti életetekből, vagy mennyit ad hozzá nyilván egy más szempontból? Nekünk három gyermekünk van, 9 éves és 2 12 éves, tehát már nem is annyira nagyon kicsik. Tehát őket is úgymond be tudjuk vonni, mikor vannak ilyen kis kézműves vagy kézimunkás tevékenységek. Lényeg az, hogy mind a ketten eldöntöttünk, hogy beleállunk, csináljuk, és akkor ezt nyilván nem is egyszerre, de felváltva tudjuk. Vagy a feleségem jön el és segít zsíros kenyeret kenni a rászorulóknak, kivinni, kiosztani nekik, vagy én jövök és ugyanezt teszem, vagy megyek a mentővel. Tehát megpróbáljuk úgy beosztani az időt, hogy a család se lássak árát, de nyilván amivel tudunk, akkor azt teljes erőbedobással akkor azt csináljuk. Én hiszek abban, hogy a következő lépés az evolúcióban az a segítségnyújtás. Én ezt vallom. Van egy pár elvem, ami talán nem egyezik meg a társadalmi felfogással, de én ezek mellett kiállok. Én a segítségnyújtás. Hiszek az emberi lélek ellen elkövetett bűnök megbocsájthatatlanságában. Épp kézláv ember vagyok. Fiatal vagyok. Nem szeretnék 50 évesen, 60 évesen félreértés ne essék tükörbe nézni, és azt a következtetést lehúzni, hogy megtehettem volna, de nem tettem. Nekünk otthon ez nem új, ugye én sürgősség is vagyok. Sose volt rendes karácsonyunk, szilveszterünk. A gyermekem már abban nőtt bele, hogy óvoda után meglátogatjuk anyát a rendelőben, mert ő fogorvos, vagy éppenséggel bemegy apához a kórházba. Nem beszél a családtól. Sőt, hozzáad. Hozzáadja azt, hogy az emberség, a segítségnyújtás és a melletted levő tisztelete és megsegítése az egy természetes dolog lesz neki. De ez egy kimeríthetetlen tár bennetek? Tehát nincs az a pont, amikor azt mondjátok, hogy nem tudok többet adni, mert én is elfogytam? Ez a kérdéshez kapcsolódik hozzá az a kérdés, amit én feltettem magamban, amikor Balázs felkért, megkért, hogy nem szeretnék sofőr lenni a mentőautón. Milyen mentőautón? Hát a gyerek mentőautón, ami még nincs meg, de ő már megálmodta. Én nem egészségügyben dolgozok, hogy én mit tudhatok én ahhoz hozzáadni. És azt mondta, hogy hát pont azt, amihez értesz, vezethetsz. És mondtam, hogy ha te úgy látod, hogy ebben tudok segíteni, akkor igen. Én akkor nem tudtam elképzelni, hogy mit tudok én ahhoz hozzáadni. És meg kell mondjam, hogy nagyon jó érzés volt. Először felülni egy mentőautóra, úgyhogy én vezettem. Avval a tudattal, hogy ebben én most tudok segíteni. Hogy hozzá tudok adni egy gyermeknek a gyógyulásához, avval a kicsi résszel, amit én meg tudok csinálni. Nem én fogom meggyógyítani, nem is én fogom kezelni, de azt a kicsi részt, amit én meg tudok tenni, azt én megteszem. És úgy érzem, hogy ezt, amit én jó szívvel és boldogan meg tudok tenni, akkor ez a lendület, ez a lelkesedés, ez nem fogyik el. Most már több mint 70-en vagytok ugye a csapatba, 5-en alapítottátok, és a 70 ember az önkéntes ember. Akik a plébánián voltak, már voltak aktivitások. Például az idősebb generáció sütötte a kis süteményeit, mert nem otthon tölti az idejét, hanem bent itt tölti, ugye? Közösségben vannak. Ugye laskát készítünk, amit adományként elcserélünk, hát végül is eladunk adományösszegért, amiből finanszírozzuk a családjainkat, akik rászorulnak. És akkor itt voltak a fiatalok, akik
hittanórára jártak, akik csak pingpongozni vagy csocsózni jöttek be, vagy N plusz egy tevékenység volt, és végülis nem igazán kérdeztük meg őket, hogy szeretnétek-e, hanem én úgy vettem észre, hogy ez így természetes volt, hogy magától jönnek. Én mindig azt mondtam, hogy itt találtam meg a családom, és itt vagyok otthon. Lévén, hogy nekünk se a férjem részéről, se az én részemről nem adatott meg úgy az igazi család. Ezek szerint ez egy több éves múltra tekintető vissza, ugye? 7 éve itt vagyunk, igen. Tehát úgy családos fel itt vagyunk, a Tiborék is, ugye ők öten, mi is öten. Mit ad neked személy szerint ez az egész dolog? Lelkileg fel tudunk töltődni azokkal a tevékenységekkel, amiket mi tudom biztosítani azoknak az embereknek, akik ahogy mondta Balázs, nem feltétlenül rászorulnak, mert nem erről van szó, hanem nyitottak arra, hogy elfogadják mondjuk a segítséget. Mert itt ez nagyon fontos dolog, hogy nyitott kell lenni, tehát felajánlod, de nyitott kell legyél ahhoz is, hogy te ezt elfogadjuk. Éva, ha jól tudom, akkor te nem csak segítséget nyújtasz, hanem most már van egy saját történeted is. Igen, 4 éve kezdődött el az én történetem, amikor pajzsmiri daganattal diagnosztizáltak, eltávolították a pajzsmiridiemet nyirokcsomó áttétekkel. Kezelést kaptam Kolozsváron, illetve folyamatosan figyeltek az ottani pajzsmiri központban, és most már eljött az idő, hogy elbúcsúzzak tőlük, mivel nem sikerül a történetemet egyelőre lezárni pozitívan, hogy úgy mondjam, tehát nem értem a betegség végére, még mindig jelen van az életemben a pajzsmiri rák, és Bécsbe indultam el egy magánklinikára, megnémált az egyesület is úgy mindenki, gyakorlatilag a plébánia, a barátok, ismerősök, mindenki, aki itt megfordul, és nem csak itt, hogy én ezt a lépést meg tudjam tenni, de ugye a legnagyobb segítség az intronról jön. Neked könnyű volt elfogadni, főleg úgy, hogy már eleve a részese voltál? Hát gondolom, gondolkodta azért rajta, hogy igen, meg nem, és akkor volt egy megkeresésem Balázs irányába, és akkor azt mondta Balázs, hogy örülök neki, hogy itthonról kész segítséget. Nyilván ennek van egy anyagi vonzata, ugye a segítségnyújtásnak, de hogy a lelki része, az talán a te esetekben az sokkal fontosabb. Én azt mondom, hogy a lelki része az nagyon döntő, mert test meg lélek, ugye? És akkor a testemnek most gyakorlatilag anyagilag tudunk segíteni. A lelkem meg az megtöltődik folyamatosan, tehát én úgy mentem el a bécsi kivizsgálásra is, hogy tudtam, hogy engem itthonról támogatnak, mert jött éjjel 4 órakor az üzenet Balástól, hogy mi ott vagyunk, veled megyünk. Éva, szerinted miért van szüksége az országnak az ilyenfajta emberekre, társaságokra, szervezetekre, családokra? Hiánypótló. Hiánypótló, mert az országban a gondolkodás, hogy mondta Balázs is, hiányos ilyen szempontból, tehát a segítségnyújtás az valahol nagyon hátul van a listán. Szükség van ránk. Nem tartom nagy dolognak a Vincés Társaság egyik aktivitását sem. Sem azokat a családokat, akiket elláttunk, sem a 80 tonna adományt, sem akár a bizonyos esetekre való pénzgyűjtést, vagy akár a gyermekmentő szolgálatot. Ez a világ legtermészetesebb és legegyszerűbb dolga. Hogy lehet, hogy egy akkora országnak, mint Románia, nincs gyerekmentő szolgálata Katin kívül? A román sürgősségi szolgálat és a kórház előtti, azaz a mentő szolgálatok nagyon jól meg vannak szervezve. Ugye itt van a rohanmentő szolgálat, ami ellát felnőttet, gyereket és csecsemőt is. Viszont őszintén nem tudom, hogy miért nem volt, de a lényeg az, hogy most már van. Tudni kell azt, hogy a Romániában nem a szakemberek miatt szenved egy gyerek, nem az sok esetben az ellátás miatt szenved egy gyerek, hanem nagyon-nagyon sok esetben a logisztika miatt szenved egy gyerek. Mentőszolgálatunk célja is az, hogy a logisztikai gondokat megoldani. Mert tegyük fel, van egy olyan gyerek, akit nem lehet megműteni az országban, hanem egy ultramodern klinikára kell eljutnia,
Rómába holnap, vagy szeptemberben Düsseldorfba, vagy Firenzébe, vagy lényegtelen hova, Európai Unió miatt lehetősége nyílik annak a gyereknek, hogy ingyen megkapja a kezelést. Ezt ugye állami szervek megoldják, biztosítóházzal. Ez egy nagyon jó dolog. Csak nem jut el. A gond az ott van, hogy nincs arra törvénykezés, hogy milyen úton jut el a gyerek. Uh-huh. És akkor itt jöttünk mi képbe. A család nem fogja tudni megfizetni 90%-ban egy útnak az árát, mert itt több ezer euróról beszélünk. És akkor megint elérkeztünk egy fontos pillanathoz, hiszen ez egy teljesen bevétel nélküli történet, tehát nálatok minden, ami egyszer lehetséges, adományokból van. Így van. Az autó adományként jött a bolcánói Fehérkereszttől, adományokból lett felszerelve, bizonyos cégek segítségével, és... És akkor itt visszatérünk a több ezer eurós úthoz. Igen, és a csapat, aki elmegy A-ból B-be, uh-huh. úgy a sofőrök, mint az asszisztensek, akár az orvos, akivel kapcsolatot tartunk, ő mind önkéntesen saját idejét feláldozva nyújtja ezt a szolgáltatást, ha szolgáltatásnak lehet nevezni. Az autónak hatalmas fenntartási költségei vannak, ugye, mert nem egy kis gépről beszélünk, hanem egy hatalmas gépről beszélünk, ami sokat fogyaszt, mindig a tökéletes állapotban kell legyen, bármikor készen kell legyen indulásra. Ezért kilométerjegyeket gyűjtünk, és a kilométerjegyek a 3,5% és a profitadó 20%-os felajánlásával próbáljuk fedezni ezeket az utakat. Azért, hogy a beteg gyermek családját ne terhelje még az utazás költsége. Per pillanat úgy néz ki, hogy olyan gyerekeket próbálunk átszállítani külföldi kórházakba, akiknek ottani ellátásra van szükségük. Ez azt jelenti, hogy nemzetközi mentést végzünk, ami nem csak Nagyváradra vagy Bihar megyére terjed ki, bár ez volt a fő cél, hogy a helybéli lakosságot ellátni. Holnap hajnalba fogok indulni Bukarestbe, ahonnan felveszünk egy gyereket, aki csontvelő átültetésre vár, egy 17-18 éves leukémiás gyerekről van szó. Őt én fogom elvinni a Nagylaki határátkelőig, majd Nagylakon a kollégáimmal váltjuk egymást, és ők viszik tovább Rómába. A fő terv az az lenne, hogy a helyi mentést is átvegyük, ez abból áll, hogy azokon a napokon, amikor a mentő nincs külföldi misszióban, vagy ne adj Isten, lesz egy ülmentőnk, a helyi gyereksürgősségeket is az 112-es szolgálatunk keresztül egy partnerségi kapcsolattal, az állami mentőszolgálattal átvenni. Azt szeretném, hogy megszűnjön az, hogy enyebenye, hogyha rossz kislány leszel, akkor hogy majd jön a doktorbácsi és elvisz téged, vagy megszúr a doktorbácsi, vagy jön a mentő és a gyerek féljen a mentőtől. Ez egy olyan mentő, ahol plüssök vannak, ahol játékok vannak, nem sokára egy tévébe fog kerülni, ahol mesét lehet nézni a hosszú úton. Annak érdekében, hogy megszokja a gyerek azt, hogy van egy olyan mentő, ahol nem a munkáját megunt komor és komoly bácsi jön és leordít, hogy te miért vagy beteg, hanem egy olyan csapat szállhat ki hozzád és jöhet ki, akik szabadideigből teszik, akik hivatásukként csinálják ezt, és akik tényleg a páciens érdekeit nézik, nem pedig az egyszerű munkájukat végzik. Balázs, mitől különleges Kati? Mivel másabb, mint egy rendes mentőautó? Katinak a legdíszesebb égköve, ha fogalmazhatok így, akkor az a csapatom. Ettől különlegesebb ez a mentő. Viszont attól is különleges ez a mentő, hogy bár nagyon súlyos gyermekeket szállítunk velük, mindig megpróbáljuk azt a családos környezetet teremteni a gyermek számára. Nagyon fontos számunkra a gyermek mentális egészsége és a gyermek szellemi állapota, mert nem egy 20-25 perces útról beszélünk, amikor be kell érni a kórházba, hanem olyan utakról beszélünk, amit
20-22 órát vesznek fel. Balázs, ennek van egy érzelmi része, és ezt nyilván nem felejthetjük el, főként azért sem, mert te ugye rohamentősként is dolgozol alapállásban, és ott azért az első rosta vagy, a legelső ütközés ezekkel az esetekkel. Itt meg aztán főként talán egy még érzékenyebb témáról beszéltünk, ha egyáltalán lehet különbséget tenni a kettő között, hiszen még rátesz az, hogy gyerekekről beszélünk. Nyilván ezt nem engedheti meg az ember, ahogy te beszélsz, és ahogy téged hallunk, hogy ne engedje magához közel, mert ezért csinálod szívvel, lélekkel. Na de hol van az a határ, ahol meg tudod tartani, hogy talán ne legyen ez több, mint az, hogy közel engeded magadhoz az esetet? Az elmúlt 10 évben nagyon sok olyan tragédiának és olyan halálesetnek voltam tanúja, ahol tehetetlen voltam. Ezért tudatosítani kell bennünk azt a dolgot, hogy történjék bármi, ha én tudásom, lelkiismeretem és erőforrásaim szerint a 100%-ot nyújtottam, akkor én nyugodtan alszom éjszaka. A határ az nagyon kés pengén táncol, mert bár tudok én érzéketlen tuskó lenni, és nagyon, nagyon sokak szemében az is vagyok, amikor a szemrebbenés nélkül beszélek egy másfél hónapos életmentő szívműtétre váró csecsemőről, ugye ez egy szeptemberi szállítás, hogy mennyire érzéketlen ez az ember. Ez azért van, mert nekem ott, abban a pillanatban az a dolgom, hogy A-ból B-be átszállítsam. Nem az a dolgom, hogy most papusgassam és sajnáljam, hanem nekem az a dolgom, hogy mellette álljak, rácsapjak az asztalra és segítsek neki. Közel 3 héttel ezelőtt kezdtük el szervezni a holnapi átszállítást, és ugyanebben az időben volt egy 14 éves tüdőrákos kislányunk, aki sajnos nem várt meg minket. Nagyon haragudtam magamra, a rendszerre, arra, hogy miért nem ment gyorsabban, de el kellett fogadnunk azt, hogy mi a tőlünk telhetőt megtettük, behoztuk a mentőt, létrehoztuk a gyermekmentőszolgálatot, és azt tanultuk belőle, hogy itt nem dől össze számunkra a világ, összedől a szülőnek számára, összedől a páciens számára, viszont nekünk az a dolgunk, hogy a következő szállításra ugyanolyan felkészültséggel, nem jobban, mert pont úgy felkészültünk arra is, mint erre, ugyanolyan felkészültséggel, ugyanolyan hidegvérrel, mert kell egy adag belőle, és ugyanazzal a pofátlansággal, ami ehhez kell, neki tudjunk állni, és tovább tudjunk menni. Kell egy adag pofátlanság, oda menni ahhoz a cégfőnökhöz, és azt mondani, hogy ne. Adott egy gyerek, adott egy szállítás, és mint 400 évvel ezelőtt Váli Szent Vince, vagy megmented, vagy megölöd. És általában meg. Honnan van az erő? Hogy mi az, ami motivál titeket? Nekem az erőt elsősorban az adja, hogy mivel nekem is van családom, nekem is van gyermekeim, mindig az lebeg a szem előtt, hogy azokkal a gyermekek, akikkel segítünk, ugyanúgy vannak szülei, ugyanúgy aggódnak értük, és evel őket előre tudjuk segíteni. Ez nekem egy nagy motiváció. Ha azt csináljuk, amit szeretünk, akkor az nem egy teher. Akkor ezt vidámat tudjuk csinálni. Néha fárasztó, néha erőfeszítést igényel, de ugyanúgy jó szívvel és jó lélekkel tudom csinálni. Miért ne örüljünk? Lett egy gyermekmentő szolgálat. Gyermekeket szállítunk. Bármikor, de tényleg bármikor, ez azt jelenti, hogy nap 24 órájában egymásra bármikor számíthatunk.
Az energiát és az erőt azt szerintem kölcsönösen generáljuk egymásnak. Mert mindegyikünknek van nehezebb időszaka, mindegyiknek van olyan napja, amikor tele van a hócipője, amikor nem akar kimenni, nem akar, nincs kedve hozzá. De a csoportos erő, ugye, fizika törvényei szerint a jó vonza a jót. És mi meg bevonzuk magunkat. És azzal, hogy van egy jó csapat, és tényleg működik a Vincés Társaság szociális oldala, gyönyörűen működik, gyönyörűen működnek a projektek, gyönyörűen működik, kezd működni a gyermekmentő szolgálat. Ezen mosolyogni kell, viccelődni kell, és tovább menni. A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.